Engem Nyirati Zsoltnak hívnak, és a mesém címe pedig az Okos Zsuzsi. Volt egyszer egy szakácsné. Zsuzsi volt a neve. Hely, okos leány volt az? Azám, hát még a bort hogy szerette? Ha szerét ejthette, iszogatott. És mivel a bort le is kell nyomatni, minden jó falatot magának kaparintott. Na ugye okos leány volt ez a Zsuzsi? Egy nap azt mondja a gazdája Zsuzsinak. Hallod-e te Zsuzsi? Vendéget hívtam vacsorára. Süss meg két kakast jó pirosra, ropogósra. Érted-e? Értem, uram, hogy ne érteném. És azzal nosza Zsuzsi kiszaladott az udvarra, s ott nyakon csípett két kakast. Leforrázta, megmeresztette, nyársra húzta, s forgatta a tűz fölött. A két kakas pedig csak sült-sült, pirult-pirosodott. Mire esteledett, alkonyodott. Meg is sült a két kakas, jó pirosra, ropogósra. Azám, de hol a vendég? Az bizony nem jő, mondja Zsuzsi. Jaj, jaj, ha nem jő a vendég, a szép piros pecsenye szénné feketedik. Nosza utcú szaladott a gazda a vendég után. Na de Zsuzsinak se kellett több. Ő meg egyenesen le a pincébe. Ott csapra ütötte a hordót, s jól ellátta magát. Aztán ismét fel a konyhára, s ott az egyik kakasz szárnyát levágta, s jó ízűen megette. Mit tettem? Az egyik szárnyát megettem. Noha megettem, megeszem a másikat is. És azzal ilyen-olyan szedte-vette, meg is ette. Aztán ismét le a pincébe, csapra ütötte a hordót, és ivott, mint a kefekötő. Kis idővel később aztán megint fel a konyhára, és ott mit gondolt, mit nem magába, az egyik kakast egészen megette. Hely, be jó volt, be finom volt, de mit tettem? Az egyik kakast megettem. Noha megettem, megeszem a másikat is. És azzal ilyen-olyan szedte-vette, meg is ette. Éppen jókor, mert jő a gazda nagy lihegbe, s bekiált a konyhára. Nosza Zsuzsi, tálalj gyorsan, mert jő a vendég. És azzal a gazda leült az asztal mellé. Ott elővette egy nagy-nagy kést, és csak fente-fente fenegette. Zsuzsi meg csak nevette. Na jött is a vendég, s kopogott az ajtón. Zsuzsi elébe ment szörnyű ijedt arccal. Jaj, jaj, lelkem ura, ha kedves az élete, szaladjon, szaladjon, nehogy itt maradjon. Miért, miért, mi a baj? Rémüldözött a vendég. Miért, miért? Hát nem hallja, hogy a gazdán fenni a kést? Minek fenni, tudja-e? Minek fenni, a kegyelmet fülét akarja levágni szörnyű haragjába. Szaladjon, szaladjon, nehogy itt maradjon. No, a vendégnek se kellett több. Szaladott, ahogy csak a lába bírta. Zsuzsi pedig beszaladott, mintha ütnék úgy jajgatott. Jaj, jaj, kilopta a távol mind a két kakast. Ez aztán a finom vendég, mordult fel a gazda, s azzal utcu szaladott a vendég után, s torka szakadtából kiabálta. Legalább az egyiket, bár az egyiket ad nekem, a másikat viheted. Bezzek, hogy a vendég nem a kakasra, hanem a fülére gondolt, így még jobban szaladt, s örült, hogy épp füllel hazaért.